én Brenda vagyok, és meg is érkeztem a legújabb videómmal, ami eljött az idő, ismét vége van a hónapnak, elkezdődött egy új hónap, úgyhogy természetesen érkezik egy újabb havi kedvencek videó, nem tudom, egyenes most ez a kép, vagy csak a szemem nem jól látja. Tudjátok, hogy ebben a videóban osszom meg veletek a kedvenc termékeimet, amit a június hónapban imádtam, vannak közte újonnan talált nagyon szuper kedvencek, vannak közte olyanok, amiket már régóta használok, és ebben a hónapban újra megszerettem őket, és enélkül nem tudtam volna átvészelni a hónapot. Ezek nagyjából a dolgok. De hogyha esetleg újak vagytok, és még nem néztetek hónap kedvencei videót, akkor látni fogjátok, amikor egyesével elmondom a termékeknek, hogy miért is szuperek, és miért a kedvenceim, illetve vissza tudtok menni. Azt hiszem egészen február vagy márciusig nézegetni a havi kedvenc termékeimet. Veszek egy levegőt. Sziasztok! Szóval instant helyszín és kinézet és hangszínváltás. Csak reggel 7 óra van, úgyhogy ezért nézek ki így. Viszont a videó ma fog aztán felkerülni. És miközben szerkesztettem, rájöttem, hogy egy dolgot nem osztottam meg veletek, és szerintem ezt be fogom vezetni mindegyik havi kedvenc videókba. Kedvenc kincsként. És ez lényegében az lesz, ami a legnagyobb, úgymond, találásom a hónapba. És legutóbbi kedvencek videóban is megosztottam veletek ezt a weboldalt a Chanel táskával kapcsolatban. És hát ugyanezzel a weboldallal találtam rá erre a kincsre is. Nyilván mindenkinek megvan a véleménye, nem fogok ebbe belemenni az ilyen termékekről. Viszont nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy ti magatok is rendeltetek, képeket is küldtetek a táskákról, amiket rendeltetek, és hát mindenki meg volt elégedve maximálisan, úgyhogy ennek nagyon örülök. Illetve nem tudom, említettem már a legutóbbi videóban, viszont azóta már van egy kódom is, ami azt hiszem brendálvasz ide kiírom a képernyőre a biztosat, és 5% kedvezményt kaphatok, azt hiszem 200 dollár felett, ami amúgy nem nehéz, mert maga a tételeknek ugye az áraik hasonló árkategóriában vannak, de cserébe olyan dolgokat kapsz, hogy agyad eldobod. Szóval megmutatom nektek, ami hozzám érkezett. Nyilván bele kellett, hogy kerüljen ebbe a videóba, mert mese szép, szóval ebben a dobozban érkezett, és kaptunk hozzá egy porzsákot, teljesen olyan, mint az igazi, illetve egy pakettát, amiben van egy számla, blokk, eladó is rajta van, az ára is rajta van, tehát ez minden. Aztán pedig maga a termék. Mese szép, annyira gyönyörű, eszméletlen, hogy még az illata is jó. Ez az első alkalom, hogy tőlük cipőt rendeltem, és maximálisan meg vagyok elégedve vele. Annyi az egyetlen problémám, hogy én elcsúsztam egy hangyapöpnyit a méretezésen, úgyhogy egy picit nagy lett, de még próbálom kitalálni, hogy hogy legyen jó. Elvetemült vagyok, és képes vagyok bármit megtenni. Ha meg tudom oldani, akkor meg fogom oldani, és hogyha nem, akkor anyukám fogja megoldani, mert az ő lábára valószínűleg jó lesz. Szóval közelebbről így néz ki a csoda cipő. Elképesztő minőséges, sehol nem láttok semmilyen ragasztó darabot, vagy illeszkedést, ami nem jól illeszkedik. Így néz ki szemből. Belülről csak benne van egy ilyen kis szivacs, ugye ilyen zöld a belseje, a talpa is kifejezetten tetszik, folyamatosan. Nagyon extrém ez a sok részlet, elképesztően jól néz ki, illetve ami megfogott engem, az ez a része a cipőnek, ez nagyon-nagyon tetszett, szerintem annyira különleges és mese szép, hogy van még egy ilyen extra kis részlet, hogyha esetleg maga a cipő nem lenne extra. Én úgy terveztem, hogy... Bocsánat, csak közben Nina, gyere el az ablakból. Szóval maga az eredeti elképzelés, amikor rendeltem ezt a cipőt, inkább egy ilyen őszi,
akár nyár ide, főleg őszi stílusokhoz rendeltem, ugye maga a barna szín egyértelmű passzol az őszi stílushoz, tehát akkor nyilván egy picit unalmasabb ruhákat szoktam hordani, és akkor vagy a feketékhez, vagy a bézsekhez tökéletes párosítás, egy extrémebb cipő, általában így szoktam kompenzálni, hogy ne legyen unalmas az outfit, hogyha mondjuk full fekete van rajtam, vagy full bézs, nagyon szeretem általában így a full komplett egyszínű outfiteket ősszel, vagy kombinációját a fekete és bézsnek, akkor egy ilyen cipő tökéletesen fel tudja dobni szerintem az outfitet. Tehát amúgy szerintem egy kis fehér ruhával nyáron is nagyon szép tud lenni, extrém, egyből oda vonza a figyelmét az embernek, úgyhogy szerintem mese szép, tényleg a minőség az elképesztő, bárcsak oda tudnám adni mindenkinek, hogy nyugodtan megnézze, mert szerintem nem tudnátok belekötni. Igazából nem vagyok szakértő, meg nem mondom, hogy hol döntődik el, hogy nem igazi, biztos van benne valami kis taktika, hogy kevesebb az öltés, több az öltés, vagy több ilyen gébetű van itt elől, nem tudom pontosan. Viszont még egyszer meg vagyok elégedve maximálisan az üzlettel, hogyha szeretitek ezeket a típusú termékeket, és ti magatok se szeretnétek ennyi pénzeket költeni rájuk, szerintem ez az egyik legjobb opció, mivel maximálisan minőségi terméket fogsz kapni. Nagyjából egy, hát szerintem nekem egy hét alatt itt volt, nagyjából egy, de mondok egy maximum két hetet, ami annak megérkezik a termék, imádni fogod. A méretezéssel kapcsolatban pedig, mert én elszúrtam, annyit ajánlanék, hogy ne ti döntsétek el, hogy milyen méret kell, hanem írjatok nyugodtan e-mailt a weboldalnak. Lent a dobozban megtaláljátok a linket a weboldalhoz, és írjatok nyugodtan nekik e-mailt a rendelés előtt, hogy ez a te méreted, ennyi centi, nagyjából a lábfejed, és hogy melyik méretet ajánlanák, és akkor az alapján is érdemes rendelni, és akkor úgy valószínűleg nem lesz probléma. Én ugye ezt nem tettem meg, csak így eldöntöttem, és hát nem jött össze, viszont kipróbálok mindent, amit csak tudok, mert nagyon-nagyon tetszik a cipő, szerintem nagyon szép. Semmi ilyesmi nincs a szekrényembe, egyáltalán barna cipőm még csak el sem tudom képzelni, hogy hol kéne kezdeni, hogy egy barna cipőt szeretnék venni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Ahogy mondtam, a linket beteszem nektek odalent, a kódot még egyszer ide kiírom, azt hiszem a brand Alvaszi lesz a kód, és nyugodtan menjetek nézelődni. Ahogy láttátok, ugye van már táskám, van már cipőm onnan, úgyhogy lehet böngészni. Szerintem több ezer táska és cipő is van, illetve napszemüveg, övek, ruhák, kiegészítő, parfümök, stb. Úgyhogy nézzetek szét a weboldalon odalent, szerintem imádni fogjátok. És akkor most vissza az eredeti háttérhez és beállításokhoz. Szerintem kezdeném a legalapvetőbb témával most, jelenleg, a kedvenc kiegészítő, vagyis ékszerekkel. Hát nem titok, hogy nyilván ő itt az új kedvenc ékszerem, kiegészítőm, ő lenne az, ennyit tudok mondani erről, nyilván egyértelműen kedvenc kiegészítőm, is tudok többet hozzáfűzni, és ha valami reálisabbat kéne mondani, mert hát nyilván most ti nem fogtok elmenni venni egy ejzési gyűrűt magatoknak, legalábbis gondolom, de a másik kedvenc az egyértelműen még mindig a Hey Happiness-es nyakláncom. De mindegyik videóban, mióta megkaptam rajtam van, és az így van a mindennapokban is, nagyon-nagyon szeretem, hogyha esetleg magas nyakú felső, vagy egy ilyen felső is van rajtam, akkor tökéletesen látszik egy kis minimalista vékony láncon a kis csillogók, ugye van több is, csak most a felső eltakarja. Ezt szeretem munkába is hordani, már strandon is volt rajtam, bikinivel is nagyon jól néz ki, úgyhogy ő még mindig a kedvencem, és egyszerűen sose akarom levenni. Legszívesebben mennék vagy kettőt ebből, mert már meséltem nektek, hogyha valami tetszik, akkor általában szeretek beraktározni belőle. Nem tudom most jelenleg, hogy van-e érvényes kuponkódom a Hey Happiness oldalára, általában szokott lenni. Ha érdekelt titeket, akkor az Instagramomat nézzétek meg, ott valószínűleg highlightba ki van téve, hogyha van aktuális kódom, illetve megpróbálok emlékezni erre, és ha van kódom, akkor beírom a dobozba oldalent, úgyhogy azt is nézzétek meg, hogyha szeretnétek szétnézni a Hey Happiness oldalán.
A következő lenne szerintem a kedvenc sminktermék. Kettőt is hoztam, mert gondoltam legyen izgalmasabb. Az egyik az egy könnyen beszerezhető, a másik egy pöppet nehezebben beszerezhető termék. Ez az Elfnek a korrektorja. Ezt már harmadjára használom, harmadik üveg van belőle, és én általában a light beige színt szoktam használni. Most ez nagyon világos az arcomhoz, mondjuk most itt kamerán egyáltalán nem látszik, viszont úgy szoktam, hogy van egy sötétebb korrektorom, ami essences vagy catrice-es talán, és azzal húzom meg a kis háromszöget, ezzel a világosabb pedig pöttyöket teszek. A lényeg az, hogy ennek a korrektornak sokkal-sokkal jobb a fedése, elképesztő, hogy mennyire el tudja tüntetni a karikákat, a elszíneződést, a vénákat, mindent a szem alatt. Úgyhogy, ha lehetne, akkor ebből kellene egy másik szín, ami mostani arcbőrömhöz illik. Viszont én már rég nem találom a Müllerbe ezt a korrektort. Az F azt hiszem még van, viszont a korrektorból nem találtam, vagy most legutóbb, amikor voltam a Müllerbe, azt hiszem az F maga a márkának a helyét se találtam, de online egy ilyen herbária, vagy mi a jó istenből rendeltem. Egy nap alatt itt volt, úgyhogy online ezt a szint rendelem mindig, mert ezt tudom, hogy jó. A másik termék pedig Sephora-s, ezért mondtam, hogy kicsit nehezebben beszerezhető, de teljesen megoldható, mert hát van opció, hogy lehet rendelni. Azt hiszem a francia Sephora szállít Magyarországra is, úgyhogy onnan akár a szállítás is megoldható. De ha rákerestek a termékre, szerintem máshonnan is rendelhető. A lényeg az, hogy ez a Rare Beauty-nak, ez a Selena Gomez-es márkának Optimist Illuminating Primere, és TikTokon láttam először, amikor nagyon megtetszett. Lényegében egy primer, ilyen a csomagolása, és egy ilyen hidratáló krémszerű termék, aminek van egy nagyon szép fénye, és általában nem minden nap szeretek sminkelni, sőt, amikor dolgozok, akkor kifejezetten nem bírok sminkelni, mert nagyon meleg van, és egész nap még dolgozok, legszívesebben ötször arcot mosnék. Úgyhogy, ha smink lenne rajtam, azt szerintem valószínűleg kibírhatatlan lenne. Szóval ezt szoktam általában a fényvédő után felkenni, és ugye a fényvédő megfelel a védekezést ad, illetve ezzel pedig egy kicsi ragyogást ad az arcomnak, és hidratálva is van, úgyhogy ezt mostanában nagyon szeretem. Igazából elég gyorsan fogy is, aztán nem tudom én is még, hogy honnan fogom beszerezni. Ezt a darabot Rómába vettem, de látjátok, hogy nagyjából itt van. Úgyhogy valahonnan majd be kell szerezni, vagy valami hasonlót kell majd keresni, mert imádom ezt az érzést, hogy valami van az arcomon, és fénylik, tehát nem ilyen holt kifejezése van, viszont nem szeretem az alapozót és a highlighter, meg ilyeneket ilyenkor kenegetni, úgyhogy ez a tökéletes megoldás számomra. Kedvenc illatként most ezt a Victoria's Secret-es Coconut Passion testpermet, vagy mi ez? Hát szerintem testpermet. Igen. Coconut Passion illat. Ezt a Müllerbe vettem, és igazából szerettem volna egy ilyen nyári, mindenhova és nagy mennyiségbe fújhatok belőle egy nyári édeskés illatot, ami akár strandon vagy tengerparton jó lenne, nagyon kellemes lenne a testen, és mindenképpen testpermetet kerestem, úgyhogy ezt választottam, nagyon finom az illata, nagyon édes. Kicsit kókuszos, kicsit mézes kalácsos, amúgy szerintem imádom. Általában, amikor befújom magam vele, ezeket ilyen nagy spriccokban mindenhova, és megfordulok benne. Általában befújom, akkor nagyon sok dicséretet szoktam kapni, hogy milyen finom illatom van, úgyhogy bevált. Az kedvenc arcápolási termékhez két félét is hoztam, kettőt. Úristen, ebben már csak ennyi van? Hát ebből venni kell. Na jó, az elsőt szintén egy Sephora-ba vettem, viszont a Douglas-ba is meláttam már, úgyhogy maximálisan elérhető. A Mario Badescu-nek ez az arcpermet, ami aloe vera, sage és narancs virág illatú.
Ennek a terméknek van egy rózsás és egy uborkása is. A rózsás az rózsaszín, az uborkás pedig zöld. Én a rózsásat használtam már rengeteget, még Kanadában, és nagyon-nagyon szerettem. Nagyon szerettem az illatát, és imádtam azt a frissítő érzést, amit ad, illetve hidratált is. Így gondoltam, kipróbálom ezt az újat, ezt a narancsosat, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Eszméletlen finom az illata, és van, amikor reggel, este, napközben háromszor szoktam használni. Reggel, amikor arcot mosok, egyből utána használom, és arra megy rá a fényvédő vagy hidratáló. Napközben akár is sminkre is. Egy ilyen frissítő érzés, ami egyáltalán nem rontja el a sminket, nem folyik el tőle a szempillaspirál, stb. Annyira frissítő érzés, hogy olyan, mintha megmosnám az arcomat, és ez napközben nyilván nagyon hasznos tud lenni, hogy nem kell lemosni a sminkemet, és megmosni, hogy felfrissüljek, de én melegvekben kifejezetten nem túl édes az illata, úgyhogy imádom, tényleg. Nézzétek meg, szerintem a Douglasban van, így néz ki közelről. Nézzétek! A másik arcápolási termék egy Saint Tropez-es arcbarnító. Kaptam egy ilyen teszt csomagot a Saint Tropez-től, amiben volt pár ilyen színező, hidratáló, stb. És ez is benne volt, ez az a mini kiszerelése az arcbarnítójuknak. És látjátok, hogy már csak annyi van belőle, olyan szomorú vagyok, muszáj megvenni a maximális méretet. Este be szoktam vele fújni az arcom, megvárom, még megszárad, el is alszok, és utána reggel, amikor felkerek, akkor ilyen gyönyörű aranybarna színe van az arcomnak. Kedvenc ruha termékünk az ez, ami rajtam van, illetve ez, mert ez egy szettben van, és külön vásárolható, de maximálisan egymáshoz lettek kitalálva. Ez egy H&M-es szett. Az alsó része az XS-es méret, és így néz ki. Tudjátok, ez a törölköző anyag, kár, hogy ez a zöld nem jön át kamerán. Ezt már többször is mondtam, hogy a zöldeket valamiért nem veszi a kamera annyira szépen. De amúgy élőben ennek egy ilyen nagyon erős menta, lime, neon zöld színe van, és nagyon-nagyon tetszik, szerintem nagyon jól néz ki barna bőrrel. Úgyhogy ez a short része, ez pedig egy sima felső, ami ilyen egyszerű, van itt egy innyaka és végkivágása, nagyon tetszik ráeresztve is a gatyára, beledugva az eleje, vagy szoktam néha általában úgy is, hogy a alját bedugom a melltartó alá, és akkor crop lesz. Csak most nem vettem fel az alsó részét, hogy meg tudjam nektek így rendesen mutatni, de a H&M-es mind a két termék, és azt hiszem valami 4400 forint körül volt darabja, ami szerintem amúgy tök jó ár, főleg azért, hogy szedbe van, könnyű felvenni, elképesztően nyári maga az érzete is, nekem nagyon tetszik a törölköző anyag, rendszeresen így meg tudom törölni, hogyha izzott tenyerem, illetve szerintem nincs is ennél nyáriasabb. Kétrészes, szó szerint üvölti, hogy balatoni nyár szerintem, úgyhogy nagyon tetszik, és legszívesebben megvenném egy baba rózsaszínbe, és egy baba kékbe is, hogyha lenne. Kedvenc lakásdekor, ezen nagyon sokat gondolkodtam, mert itt így a lakásban most nem sok mindent vettem az elmúlt hónapban. Ugye említettem nektek, hogy jelenleg is folyamatokban van a kertfelújítás, azért volt olyan sötét a nappaliban, mert be van húzva a sötétítő, mert mennek a munkálatok rendesen. Úgyhogy most úgy összpontosítok a kerti bútor, kerti dekor dolgokra, és amiket veszek, azok egyből lekerülnek a pincébe, mert hát felesleges itt fent raktározni, amikor még nem lesznek használatba. Viszont rendeltem egy ilyen nagyon szép tálcát, nem tudom mi ez, tálcaként volt fent, azt hiszem, a Sinsay oldaláról, és nagyon megtetszett, teljesen ilyen H&M home-os feelingje van szerintem, azt hiszem 2800 forint körül volt, de nem biztos. Jelenleg nálunk a dohányzó asztalon van, és ebben van a váza, egy kis napló és egy kis szobor, vagy gyertya, szoktam néha váltogatni, de szerintem nagyon extrán néz ki, és nagyon sokáig lesz helye a lakásban, mert rengeteg féle módon tudom elképzelni.
el tudom képzelni a fürdőszobába akár parfümöket rásorakoztatni, akár egy konyhába is el tudom képzelni, egy kis szalvéta, só, bors, olajkiöntő, stb., illetve nyilván étkezőasztal közepén, stb. Úgyhogy tényleg rengeteg a megoldás, és nagyon tetszik, szerintem nagyon jó minősége van, nagyon szép és tök jó áron volt. A következő kategóriánk az a kedvenc cipőm lesz. E hónapban ez az About You Sunny, amit már mutattam nektek egy holban, viszont nyilván most volt az ideje annak, hogy ki tudjam használni. Úgyhogy én nagyon megszerettem most az elmúlt hónapban. Nagyon tetszik az anyaga a talpának, illetve nagyon puha, nem tudom, látszik-e rajta, szerintem nem annyira, hogy ennek ilyen besüpped a talpa, amikor rálép az ember, majdhogy nem memóriahabos, úgyhogy nagyon kényelmes, maga a rattantalp miatt is, illetve a pántok is nagyon kényelmesek, sehol nem vág, tökéletesen illeszkedik, belül így ilyen puha, hogy ne irritálja a bőrt, és az enyém 39-es méret, és tökéletes. Ebbe a legkönnyebb, gyorsan beleugrok, becsatolom, és akkor kész is, megy minden outfithez, ez a kutya mit művel? Helyezkedik itt olyan, mint egy kis cica. Szóval ő a kedvenc cipőm a hónapban. Szerintem, de gondolkodok, szerintem amúgy elérkeztünk. Mit csinál? Szóval ezzel szerintem el is érkeztünk a videó végére. Nagyon remélem, hogy emlékeztem az összes kategóriára. Hogyha nem, akkor szóljatok rám, és kommentben válaszolok, hogy mi maradt ki, viszont most sétlen ennyi jut eszembe. Elképesztő, hogy július van, rengeteg izgalom lesz most még ebben a hónapban, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és várom ezt a hónapot. Örülök, hogy itt van. Szóval még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett a videó, és élveztétek. Hogyha esetleg elfelejtettem bármit, vagy kérdésetek, véleményetek van, akkor írjatok meg kommentben odalent. Tényleg mindig megpróbálok válaszolni, amilyen gyorsan csak tudok. Úgyhogy köszönöm, hogyha írtok nekem, alig várom, hogy találkozunk a következő videóban, addig is csodaszép nyarat nektek, sziasztok!